December 31-i adatok szerint 22.656 az összlakosság Dunaszerdahelyen, 140 baba született, de sajnos 247 lakosunk elhalálozott. Az elmúlt évek trendje megfordult, vagyis nem csökkent tovább a város lakosainak száma. Ugyan nem jelentősen, de 2023-ban 21-jel többen laktak Dunaszerdahelyen, mint 2022-ben. A születések számát illetően több mint 20 éves negatív rekord dőlt meg. Míg 2001-ben 166-an születtek, 2023-ban ettől 24-jel kevesebben. Az elhalálozások száma továbbra is magas. A 2021-es 301 fős rekordhoz képest csak 54-jel kevesebb. A beköltözők száma az elmúlt két évhez képest kicsit mérséklődött, jelentősebben csökkent viszont az elköltözők száma. 557 személy költözött be Dunaszerdahely városába, és elköltöztek 431-en. A Dunaszerdahelyi Kórház újszülött osztályán is elkészítették a 2023-as év statisztikáját. Az intézményben jelentősen csökkent a születések száma, ez országos trendnek mondható. Covid utáni első olyan év, hogy lényegesen kevesebb gyermek született. 2023-as évi adat az mondhatnám úgy, hogy botrányos. 693 gyermek született, ezen kívül volt 3 ikerszülésünk, és volt egy szülés, ami házon kívül, tehát kórházon kívül otthon született. Így összesen a születések száma a Dunaszerdahelyi járásban volt 700. Szlovákiában az megelőző évekhöz képest kevesebb gyermek született. A statisztika szerint 5000 gyerekkel kevesebb született Szlovákiában. A szülés felkészítő tanfolyamot a Dunaszerdahelyi Kórházban 53 kismama abszolválta, és 16-an pedig szülési tervvel érkeztek. A leggyakoribb fiú nevek között az Áron, a Dominika, Bence és az Olivér szerepelt. A lánynevek közül legtöbben az Emmát, Annát, Laurát és a Szofiát választották.